Azért is fontos nekünk ez a mai nap, mert egy nagyon régi elképzelésünket próbáljuk elindítani. Annak a megvalósulása kezdődhet most el, amelyről mindenképpen kell szólni, hiszen érdemes, hogyha egy olyan beruházás épül meg egy településen, mint egy mentőállomás, ami azt jelenti, hogy lehetőséget teremt arra, hogy a bajba került embereket azonnal szakszerűen el tudják látni, és esélyt adjanak arra, hogy megmentik az életét. Szinte mindenhol, ahol nagyobb közösség lakik és él, a szükség lenne olyan eszközre, amely befele szállítja a szakellátáshoz a beteget, a rászorulót, és nem várja meg, mi kiérkezzen valahonnan. Hát, a mentőállomásoknak, ha nem is a gyakorisága vagy a, a sűrítése, de az olyan eszközrendszernek a felállítása, amelyek legalább egy néhány ezer fős települési nagyságrendű kezdődően be tudják vinni a rászorultat a szakellátásra, arra szükség lenne. Előtte vagyunk még az egészségügy fejlesztésének, amelyre természetesen tettünk már nagyon komoly lépéseket, de azt gondolom, hogy erre gondolni kell, amikor majd a végleges koncepció összeáll, hogy mi az, ami leginkább szolgálja az ember életnek a megmentését. Ami rendkívül fontos, hogy Nyiradonyban is 1995-ön még polgármesterként kezdtem szorgalmazni a mentőállomás létrehozását, 25 évvel ezelőtt. És 25 év után érkeztünk odáig el, hogy sikerült Magyarország kormányának támogatásával megvalósítani a beruházást, vagyis elkezdeni a beruházás megvalósítását. Nyiradony Debrecentől ö, már most lényegesen jobb utazási körülmények közepette elérhető, de mégiscsak a mentőállomástól most is Nyiradony 28-35 percre van. Tehát ez is olyan, olyan időintervallum, amely nem teszi lehetővé azt, hogy jó eséllyel tudjanak beavarkozni a szakellátók, amikor valakit valamilyen nagyon fontos, nagyon nagy súlyú probléma ér. Tehát még egyszer mondom, kiesik abból a zónában nyirodony, nyiradony, amelyet a Debreceni mentőállomás jól el tudna látni. A Hajdúsámsomban lévő mentőbázis egy picivel jobb esélyt ad, de annak is megvan a maga dolga, tehát természetszerű, hogy az az egészséges, hogyha innen nyiradonyból beszállítják Debrecenbe. És hiába van mellettünk 8 kilométerrel Balkány városában mentőállomás, más a vonulása és más a mozgása a mentőknek és a mentő is. Tehát tisztába kell ezt tenni, hogy bármilyen ö, sok alkalommal próbálják összehangolni, de mégiscsak az a rutin és az a megszokás, hogy a, a megyei mentőszolgálat belkén belül keresik a lehetőséget, amikor sürgőségi hívás van, és ki kell menni a mentőnek. És nem azt vélegelik, hogy földrajzi távolság szempontjából mi a legközelebbi lehetőség, hanem a protokoll úgy állítja ezt ki, hogy ö, megpróbálják először is a térségben lévő, a megyhez kapcsolódó mentőket mozgósítani. Tehát emiatt is fontos, hogy ilyen távolság, 28-35 perc távolságából befelé tudják vinni a beteget, a rászorultat a szakellátáshoz. A pályázat, ahogy már elhangzott, az Interreg Románia-Magyarország 2014-2020-as programja keretében ö, lett kerül benyújtásra Egy önkormányzata és majd én község önkormányzatának ez együttműködésével. A RO 392 azonosító számú, integrált válasz az egészségügyi segítségnyújtásra a határmenti régióban című pályázatunk teljes költségvetése 585.500 euró, amelyből az ERFA támogatás összege 500.225 euró. A pályázat legfontosabb célja, ugye Nyiradony és Majtény település esetében is a térségében élők egészségügyi szolgáltatási minőségének a, a javítása, Nyiradony vonatkozásában a legfontosabb pályázati projektelem a mentőállomás létesítése, de ezen túlmenően a projekt keretében elkészül majd egy tanulmány is a helyi lakosság egészségügyi állapotának a felmérésére vonatkozóan, és hat alkalommal kerül majd megrendezésre egészségnap ahol egészségügyi, preventív szűréseken, étkezési, egészséges életviteli tanácsadáson, előadásokon, illetve sportnapon vehetnek majd részt az érdeklődők. Ugye a tervezés és az engedélyezési eljárásokat követően a lefolytatott közbeszerzés sikeres lezárása után 2020. október 30-án került aláírása a nyertes ajánlattevő Kevisz 21 Zrt-vel, az a vállalkozási szerződés, Amely, amelynek most az első aktusaként megtörténik mai napon a munkaterületnek az átadása kivitelező részére, aki ugye a következő év júliusának végéig vállalja befejezni a szükséges munkálatoknak az elvégzését.